Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és ami késik, nem múlik, jöjjön egy kis Lunaro bemutató. Srácokkal összeültünk a klámba, és gyakoroljunk egy kicsit, nézzük meg, mi az Isten nyila ez a Lunaro. Ugye ez lenne az a mód, amit a Warframe-es arcok kitaláltak, hogy kompetitíven fogják, vagy szeretnék ezt tolni az arcunkba, és úgy általánosan megjelenni a kompetitív e-sportok világába, és hát úgy itt dobálgattuk a labdát, és nem arról szól az egész, ugye, hogy lelőjél valakit, meg hogy OP ez, OP az, minden karakter ugyanazzal a sebességgel indul, nincs élet, és szóval kidolgoztak egy olyan rendszert, ami az OP-ságot kizárja a történetből, és az egészet arra helyezi, hogy mennyire vagy ügyes a mozgás kultúrájával a Warframe-nek. Nem azt mondom, hogy a játék tökéletes, de van benne potencia, van benne, főleg ezzel a viszonylag kiegyenlített dologgal. Annyi biztos, hogy ha jó akarsz lenni ebbe a játékba, akkor nem elég egyszer-kétszer játszani, hanem tényleg úgy minden nap gyakorolni kell egy kicsit, mert újabbnál újabb trükköket fedeznek fel a játékosok, újabbnál újabb trükkök jönnek elő. Ami nagyon-nagyon-nagyon zavaró benne, az a összjáték hiánya, szóval, hogyha csapat nélkül mész, akkor is összjáték hiány látható, az teljesen értéke, tehát mindenki csak magának szeretné dobálni a labdát. Ha csapattal mész, amíg össze nem szoksz a csapattal, ami valószínűleg nagyon-nagyon hosszú idő, tehát a haverokkal mész, akkor is arról szól, és sokszor azt vettem észre, hogy sokszor egymás elől próbálják elvenni a csapattársak a labdát, főleg amikor így bementem egy-két játékba így kipróbálni, hogy sajnos-sajnos előfordul az, hogy csapattársak elveszik egymástól a labdát, és van még egy apró dolog, ugye Szeri, akivel itt játszogattunk, mesélte, hogy van úgy, hogy sokszor a játékosok azt a taktikát csinálják, hogy egy dobálja a gólokat, a másik pedig lefoglalja a másik kettőt, úgyhogy fellöki, mert ugye a Lunaróban lehet fellökni annak érdekében, hogy megelőzze azt, hogy valaki felvegye a labdát, eldobja a labdát, elkapja a labdát, stb. Fel tud lökni az ellenfeledet, és hogyha ezt alkalmazod amúgy az E-nek a lenyomásával, akkor még a labdát is egy olyan állapotba lehet hozni, amikor nem lehet elkapni, hanem így fellöki a játékos, szóval. És akkor az egyik dobálja a gólt, a másik kettő az így lögdösi föl az emberek, mint ahogy Szeri csinált is velem, és gyakorlatilag nem tudsz megmozdulni, mert amint fölállsz, már löknek újra, és így kimaradsz a csapatjátékból, persze az ellenfélből is kimarad valaki, de ha lekötnek téged mondjuk a kapu előtt, és nem tudod elkapni a labdát is, hogy bedobd, akkor az eléggé macerató lenni, és nincs időt felállni, mert addigra már újra lelöknek, úgyhogy például ez egy nagyon nagy hiba. Amit még észrevettem, hogy ugye, ha jobb klikket nyomsz, akkor bevonzod a labdát magadhoz. Ez is egy kicsit hiányosan működik még. Bocs, hogy ennyi ilyen negatívra figyelek fel, de alapvetően a játék nagyon jól működik, és a csapatjáték és az összhang is meg lehet egy csapat között, még akkor is, hogy idegenek vannak, szóval teljes mértékben jól működik. Ezek ilyen apró nüanszok szerintem, ami így némileg ha változtatnak, és már nem biztos vagyok benne, hogy változtatnak, akkor így tényleg ez működhet ez a játék, és egy egész izgalmas dolog lehet, és tényleg arról szól, hogy ki mennyire ügyes a Warframe mozgás kultúráját illetően, és hogy mennyire jól tudsz dobni, magyarul célozni. Gyakorlatilag ugye szabályok nem túl bonyolultak, fogd meg, az dob be a labdát a kapuba, ha bedobtad a labdát a kapuba, akkor ki kell menni az ellenfél térfeléről, olyan, mint hogy kimennél fociban a 11-esről, és akkor már utána hozzáérhetsz a labdához, addig, amíg nem mész ki az ellenfél térfeléről, hogy nem dobtál gólt, amint gólt dobtál és nem mész ki az ellenfél térfeléről, nem érhetsz a labdához, de ezt így jelzi is neked a képernyő, hogy menj ki a térféléről, és amikor kimentél, akkor eltűnik, és akkor onnantól kezdve mehet a játék. Ugye E-betű lenyomásával tudod felrúgni a másik ellenfelet, és a labdát is egy olyan állapotba hozni, hogy ilyen statikus legyen, nem lehet megfogni, és fellök a labda, ha arra megy. Érdemes ezt úgy taktikázni, hogyha például hogyha mész a labdára, előbb felrúgni az ellenfelet, utána menni a labdára, hogyha mint a látod, hogy az ellenfél ugyanígy megy a labdára, előbb felrúgni őt, utána menni a labdára. Szóval ez így rátok van bízva, hogy hogyan taktikázzátok ki, hogyan próbáljátok megtalálni a helyeteket a Lunaróban. Annyi biztos, hogy ha az elsőre beértek ebbe a játékmódba, hihetetlenül kaotikus lesz.
Nem nagyon fogjátok tudni érzékelni, hogy mi történik a pályán, és azt sem fogjátok tudni érzékelni, hogy nálad van a labda, vagy sem sokszor. Tehát tényleg így néha így volt, ilyen üreseket dobáltam, ja, hogy nem is nálam van a labda, ja, hogy kivették a kezemből, ja, hogy, és a többi, és a többi. És mindig azt látjátok majd, hogy arra szól a dolog, hogy mindenki megy a labda után, és egyszerűen hat ember megy hat irányba, és a társak képesek egymástól is elvenni a labdát, erre vigyázni kell, mert fel tudod lökni a saját társadat is. Szóval lehet benne logikát találni, játszhatsz egyedül is a pályán, mint hogy a másik két társad nem lenne ott, azt is meg lehet csinálni, eldobod a labdát magadnak, utána ugrasz, levegőben elkapod és tovább viszed, tehát ilyen módszerek is léteznek a Lunaróban, de játszhatsz úgy is, hogy látod, hogy ott a társad elől, és neki dobod. Arra is érdemes figyelni, hogy a társak fölött megjelenik egy ikon, ha az ikon megjelenik, amikor megfelelő távolságban vagy tőle, akkor úgy tud neki oda passzolni a labdát, hogy automatice elkapja azt a labdát, és onnan tudja tovább lenni. Szóval ilyen összjátékot érdemes felépíteni, ezt gyakorolgatik is tegnap a srácokkal, hogy hogyan működne ez a passzolgatás. Egy kicsit macer, aztán itt is egy kicsit bibi van a dologban. Ugye nem akarták, hogy túl nagyot passzolj, de azt akarták, hogy túl kicsit, de az ikon megjelenése egy kicsit olyan lassúnak érzékelem. Annyit észrevehető, hogyha az ellenfél fölött jelenik meg ugyanez az ikon, akkor vigyáznod kell a passzadásnál, mert az ellenfeled is ugyanúgy automatikusan elkaphatja előled a labdát, úgyhogy erre is vigyázni kell. Úgyhogy azt mondom, hogy a Lunaró összességében egy jó játék, és tényleg izgalmas játék, és úgy kihozza az emberből azt, hogy úgy akarjon jobb lenni ebben a játékban, és van potenciája annak, hogy ebből tényleg egy e-sport legyen, és azt kell mondjam, hogy 16 millió játékos, és talán mit tudom én, egy 10 millió aktív játékos, ezt meg is, lehet, hogy meg is tudnák valósítani, hogy ebből legyen valami e-sport féleség. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő lesz, ha csak nem ugye a kínai cég, aki megvette a Digital Extreme-et, annyi pénzt nem pumpál ebbe, hogy mesterségesen így kitolják az e-sportoknak a bajnokságaira, hogy ott legyen Lunaró, de ha nem, akkor nagyon-nagyon hosszú idő lesz. Nem tudom, hogy mennyire marad életben ez a játékfajta. Azt őszinteszek veletek, azt hiszem, hogy jobb és izgalmasabb is, mint a sima konkláv volt eddig, a lövöldözős változata, mert ott mindig volt valami OP-ság, a dolog valami, amivel nem tudtunk annyira kiegyezni, ugye a egyes Warframe képességet, egyes fegyverek, mindig egy kicsit macera volt, és itt semmi nincs. A jó dolog még, hogy kapsz modokat, hogyha játszod ezt a játékot, ha nyersz, akkor kapsz valamilyen modot, de eddig csak ilyen uncommon, tehát semmi extra modot nem kaptál, semmi aranymod, vagy ilyesmi, csak kapsz konkláve modokat, gyűjtesz konkláve pontokat gyakorlatilag. Úgyhogy igazságosabb sokkal, mint a eddigi modok. Nagyon többet elmondani róla nem lehet, azt hiszem, hogy nagy potenciál van benne, nem is kell sokat javítani benne, a csapatjáték kiegyensúlyozott tud lenni, hogyha összejön két olyan csapat, ahol nincsenek képzettebb játékosok, ugye már van, aki jobb a mozgáskultúrával, van, aki kevésbé jobb a mozgáskultúrával, és az emberek úgy ügyeskednek, ahogy tűnnek, de ha gyakorolja az ember, akkor a mesterévé lehet válni, és nem túl nehéz gyakorolni egy kicsit, úgyhogy nekem tetszik ez a játékmód, nem vészesen rossz, sőt, egészen jó. Azokat az apró hibákat leszámítva, hogy ugye nem engedik az embert felkelni a földről, hogyha úgy adódik, vagy hogy a labda bevonzás egy kicsit működhetne távolabbról is, azon függetlenül szerintem nincs semmi baj vele. Ti hogy álltok ehhez a játékhoz? Nektek tetszett a dolog lényege? Megfogod? Mit gondoltok ennek az e-sport jövőjéről ennek a játéknak? Következő videóig, sziasztok!